Nézzünk egy olyan kalakutakut, amelyben nem az összeadás, hanem a szorzás szerepel, mint alapművelet, ami azt jelenti, hogy az egymezőben lévő elemeket összeszorozva kell megkapnunk a mező jobb felső sarkában látható számot. Nyilvánvaló, hogy ide 4 fog kerülni. Most kizárt. Ebbe a két mezőbe viszont 1 és 3 kerülhet csak, mert 1 × 3 az 3. És más ilyen szám nincs, ami 1 és 5 közé esik. A 6 itt fönt kijöhetne kétféleképpen elvileg, két számszózataként. Az egyik az 1 × 6, a másik a 2 × 3. Az 1 × 6 azonban lehetetlen, mert mivel csak 5 mezőnk van, 6-os szám nem szerepelhet, vagyis a legnagyobb szám, amit beírhatunk, az csak az 5 lehet. Ide így csak a 2 × 3-at írhatjuk be, viszont ebbe az aktív mezőbe, az aktuális mezőbe nem írhatjuk be a 3-at, mert az itt lent lesz, tehát ide már csak 2-t írhatunk, és akkor ide jön a 3. Ki is jött a 2 × 3 = 6. A 10, illetve ebben az első oszlopban van az 1, a 2, a 3, a 4, tehát ide már csak 5 hiányzik. Na most mivel kell megszorozni 5-öt, hogy 10-et kapjak? Hát 2-vel. Ide, ebbe a 20, ez nyilvánvalóan csak a 4x5 lehet, viszont itt alul nem lehet a 4-es, ez miatt a 4-es miatt, vagyis ez 5-ös lesz, és akkor ez lesz itt a 4-es. Ebben az oszlopban, a második oszlopban már csak az 1-es hiányzik. Mivel kell szorozni az 1-et, hogy 4-et kapjunk? Hát nyilvánvalóan a 4-gyel. Itt 1x5 lehet csak a mezőben. Egyébként a segítségi talum itt is mutatja. Tehát ide nem jöhet az 5, vagyis ez 1 lesz. Ez itt 5 lesz. Mi hiányzik? Hiányzik a 2 és a 4, bocsánat, 2 és a 3, 2-nek és a 3-nak a szózata tényleg 6. De 2 lehet, illetve 3, meg ide is 2, 3. Nézzük ezt itt, ezt az alsó két elemből álló mezőt. 1x2 írható csak ide. Be is jelöljük ide ezt. Mondjuk ez csak a videó miatt jelölöm ide be, jobban érthető legyen. A 2-es, ez itt lehetetlenné teszi ezt a 2-est, tehát ez már csak 3-as lehet akkor. Ez a 3-as lehetetlenné teszi ezt a 3-ast, tehát ez már csak 2. Nézzünk ide. Ez a két elem már csak 3×5 lehet a 15. Beírjuk ezt is. 3×5. Ez a 3-as lehetetlenné teszi ezt a 3-ast. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ebből a sorból akkor már csak az 1-es hiányzik. Itt van a 2-es, a
3-as az itt lesz valamelyikbe, itt van a 4-es, az 5-ös az itt lesz valamelyikbe, tehát csak az 1-es hiányzik. Vagyis ez már csak 3. Tovább nézelődve, itt van az 1-es, tehát 2-est nem látunk, 3, 4, ez 2-es és a 5-ös hiányzik. Csak hogy ide a 2-est nem írhatom be, mert akkor hozzá 10 kéne ebbe a mezőbe, hogy 20 legyen a szorzatuk. Ez tehát nem lehet a 2-es, vagyis 5 lesz. Itt akkor ez lehet már csak a 2-es, közelőbb, na most. Ez az 5-ös itt már csak a 3-ast teszi lehetővé, ez a 3-as itt már csak az 5-ös teszi lehetővé, 5-ször 4 a 20, vagyis ez 4 lesz. Akkor ebben a sorban már csak egy elem hiányzik, vagy azt is nézhetjük, hogy mivel kell megszorozni a 2-t, hogy 6 legyen, hát akármelyiket nézzük, ez csak 3. Nézzük tovább. Ez itt, legfölül, ez a két elem, már csak az 1 és a 4 lehet, mert 1-szer 4, az lesz a 4. 2-2 nyilván nem lehet, mert akkor 2-1 formá nem volna. Viszont itt nem jelent a 4, vagyis ez 1 lesz, és ez itt 4 lesz. Ez az 1-es, ezt az alsó 1-es lehetetlenné teszi, a 2-es lesz, ez a 2-es pedig kizárja ezt a 2-est, vagyis ez 1-es. És kész van a szorzókalkulakú. Bezárom.